Székesfehérvár a kezdetektől csatlakozott az Emlékhelyek Napja kezdeményezéshez. Idén is kinyílt a Nemzeti Emlékhely középkori romkert kapuja, hogy minél többeknek legyen lehetőségük megismerkedni az egykori koronázó templom történetével. És aztán egy tartó szerkezetet, amelyre szépen megmaradott szarkofágot tárakták. Ismeretterjesztő sétával indult a program a Nemzeti Emlékhelyen. Bicó Piroska történész a Szent István király által épített szakrális központról beszélt a látogatóknak. Mindenki úgy jön ide, hogy itt vannak királyaink sírjai. Erre azt lehet mondani, hogy itt voltak, de nem ez a legfontosabb, hanem valóban a koronázás, mert a középkori közfelfogás az csak azt a koronázást tartotta már az Árpád kor közepétől végétől érvényesnek, amelyik Fehérváron történt, ebben a templomban, az esztergomi érsek keze által és a szent koronával, amelyet Szent István koronájának tartottak. Hosszú ideig a magyar királyok temetkezési helye volt a bazilika, amely 15 uralkodó földi maradványait fogadta be. Ők pedig már a királyi kardforgatók rendjének tagjai, akik a 15. századi harctechnikákat mutatták be az emlékhelyek napján. Sokan úgy gondolják, úgy is érkeznek, hogy hát ezek ilyen pillek is dolgok, jelmezek, látványelemek, nem, ezek valós súlyok, hiszen olyan készítők vannak már, hála jó Istennek, akik nyomon követik, hogy milyen súlyban készültek ezek az eszközök anno, és ezeket igyekeznek úgy felépíteni a mai korban használatra. Az egész napos programsorozaton volt középkori élősakk, játékos, ismeretterjesztő és kézműves foglalkozásokat is tartottak, és a helyhez illő muzsika is szólt.